gyülekezeti disznótort rendezett a református egyházközösség. Mackó napot tartottak a Szabó Magda iskolában, természetesen mézes programokkal. Mazsola percek, avagy mondókázó, daloló foglalkozások lesznek a József Attila könyvtár gyermekrészlegén. A Miskolcot fogadták a röplabdázók, akik el is vitték a pontokat. Köszöntöm nézőinket, önök a DSTV híradóját látják, ma is elhoztuk városunk legfontosabb híreit. Dunajváros önkormányzata kolbásztöltő fesztiválra várja a városlakókat február 25-én szombaton. A helyszín a Pentele iskola udvara lesz, ahol kóstolásra és kolbásztöltésre egyaránt lesz lehetőség. A kolbásztöltéshez 4-6 fős csapatok jelentkezését várják február 17-én. Minden csapat a helyszínen elkészített 3 kg kolbász alapanyaggal nevezhet, amelyet saját fűszerezéssel elkészít és betölt. A zsűri által legízletesebbnek és legfinomabbnak ítélt kolbászt sütő csapat értékes ajándékutalvány, serleget és oklevelet, valamint minden résztvevő csapat ajándékcsomagot és emléklapot kap. A kóstoláshoz minden kedves érdeklődő városlakót szeretettel várnak, tehát február 25-én, további részletek pedig a város hivatalos weboldalán. Szombaton egy nem mindennapi eseményen vehetett részt stábunk a gyülekezeti disznótor 2.0 részeként a református egyház közösség tagjai vágtak le egy 265 kilós sertést. A szorgos kezek munkáját kis túlzással végigkövettük, a perzseléstől kezdve egészen a feldolgozásig. A régi hagyományokat ápolva, szombaton hajnali 4 órakor Baracson kezdődött a gyülekezeti disznótor résztvevőinek napja. A református egyházközség tagjai egy 265 kilós sertésért utaztak, amelyet a szúrást követően a református templom kertjébe szállítottak. Itt a szorgos kezek el is kezdtek foglalatoskodni az állattal, a forrázást követően pörzsölték, majd alaposan megtisztították a szőrtől és szennyeződésektől a sertést. A böllér szerepét Horog László vállalta, s ő számolt be a feldolgozást megelőző munkafolyamatokról. Hát azzal kezdődött ugye, hogy a forrázással, forró vízzel forráztuk, és amikor ez megtörtént, a teknőből kiborítottuk, a utánfutó raklapján rajta van még, a pörzsölésen már túl vagyunk. Amikor a pörzsölés megtörténik, akkor utána következik a tisztítás, mosás kefével, kaparó eszközökkel. Szép tisztára mossák a fiúk, és utána következik majd a bontás. A kora délutáni órákban az előkészítést követően a sertés útja már a garázsba vezetett, ahol megkezdődött a feldolgozása. Az asszonyok először hagymás vért sütöttek, majd ahogy a hentes szerepét vállaló Annus Ferenc elkezdte lebontani az állatot, más-más végtermékek előkészítése következett. Az állat minden részét felhasználták, így sült vér, tepertő, a belsőségekből hurka, a húsok egy részéből pedig kolbász lett. Utóbbira készültek is, hiszen főként sütnivaló kolbászt szerettek volna készíteni az állatból. Gyakorlatilag mi most teljesen feldolgozzuk, tehát kolbász hurka készül belőle, illetve némi olyan húsnak, illetve csontos résznek az értékesítése a gyülekezeten belül, amit nem tudunk belerakni se a levesben, se a sültekbe, se pedig a kolbászba. Tehát így bontjuk, de zömében inkább hurka és kolbász készül. A hurka a belsőségekből, a kolbász a szárazabb, zsírosabb húsokból, némi szalonnával megspékel. A finomságok egy részét a helyszínen fogyasztották el, illetve az egyházközség tagjai is kaptak az ételekből a vasárnapi istentiszteletet követően. A húsok egy részét értékesítették. A lényeg az volt, hogy az állat minden részét feldolgozzák. Lesz tepertő, természetesen, hogyha sütöd a zsírt, akkor ott marad a tepertő. A tepertőt azt ittben ilyen szeretett vendégség keretében a gyülekezet tagjai kapják. Marad zsír, ez a szalonna rész, kolbász, hurka, és azok a nemesebb részek, tehát csülök,
rövid karaj, mert arra bontottam, rövid karaj lett értékesítve, illetve a főzni való csontos húsok, tehát az órja és hasonlók. Megoldalas. A délutáni elfoglaltságok alkalmával lehetőségünk volt beszélgetni Ceglidi Péter Pál református lelkipásztorral is. Elmondta, immáron második alkalommal került sor Dunaújvárosban erre a régi magyar hagyományra, amelyet az egyházközség is ápol. A hagyományőrző jelleg mellett a munkafolyamatok már-már családias hangulatot varázsoltak a hétvégén. Ez már a második alkalom a gyülekezetnek az életében, de az enyémben nem, az előző szolgálati helyemen, Debrecen mellett három gyülekezeti disznótorunk volt, és én onnan hoztam ezt a hagyományt, vagy ezt a szokást. Én azt gondolom, hogy ez a magyar kultúrának egy szerves része, és e köré össze tud gyűlni egy gyülekezet, közös munkavégzés van, közösen dolgozzuk fel az állatot, étkezés, és hát természetesen azok a gyülekezeti tagok, akik nem tudnak itt lenni, utána ők is kapnak egy kis kóstolót a tepertőből vasárnap, délelőtt az istentisztelet után, és hogy ilyen módon mindenki részese ennek az alkalomnak. A disznóvágás egyébként bárki számára nyitott volt. Ceglidi Péter Pál elmondta, nem csak a reformátusokat várták. Az eseménynek nincs vallási vonulata, hiszen tényleg egy régi magyar szokás előtt tisztelegtek. Az pedig, hogy ezt milyen sikeresen és jó hangulatban tették, már csak habatortán. Az egyik Debrecen melletti kollégám mondta, hogy a disznótort nem kereszteljük meg, tehát hogy ennek nem tulajdonítunk semmiféle misztikus vallási jelentőséget, hogy akkor most miért pont disznótorozunk, mert magyarok vagyunk és reformátusok vagyunk, és hogy ez egy olyan magyar szokás, amelyünk köré egy közösség tök jól tud szerveződni, úgyhogy hát igazából ez egy hagyományőrzéssel egybekötött gyülekezeti nap, ahol együtt munkálkodunk, tehát mindenféle teológiai, mélyebb mondani való nélkül. Mind a reggeli, mind pedig a délutáni hangulat és életképek alapján kijelenthető. A disznóvágás jól sikerült. Ceglidi Péter Pál szerint jövőre biztosan folytatódik ez a hagyomány. Egy mindenki számára kedves hagyomány folytatódott a Birok Szabó Magda tagintézményében. Az iskolában Mackó napot tartottak, amely részeként zenés énekes program, előadás, kiállítás, gyertyakészítés, ismeretterjesztő foglalkozás és az elmaradhatatlan méz és mézes sütemény kóstolás is várta a gyerekeket. Halász Judit mindenki által ismert és kedvelt alkotása, ahogy a Mici Mackó alapozta meg a hangulatot a Birok Szabó Magda tagintézményében. Az iskolában az idei évben is megrendezték a Mackó napot. A télűző elfoglaltság mindig nagy élmény a fiataloknak, hiszen a közös éneklés mellett megismerkedhetnek a méz útjával. De láthatták az esemény apropóján létrejött Mackó kiállítást, és persze nem maradhatott el a méz és a mézes sütemények kóstolása sem. A teljesség igénye nélkül tehát egy komplex programsor biztosította a gyermekek szórakozását az intézményben. Ismét itt vagyunk február első napjaiban, ugye február második a Mackó nap, illetve Gyertyaszentelő Boldogasszonynak a napja. Ma viszont harmadika van, de ekköré fűztük a Mackó napi programjainkat, projektünket, úgyhogy ma van a záró napja tulajdonképpen, és kiállításunk van, és rajzpályázat volt meghirdetve, és sok más egyéb programunk. Az esemény programsora igazán színes felhozatalt kínált a gyerekeknek. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a fiatalok sok-sok ehhez hasonló közösségi eseményen vehessenek részt. Rajzpályázatot hirdettünk, mézes dolgokat lehetett hozni, illetve készítünk, majd mézes kalácsokat, gyertyát mártunk majd, úgyhogy, és a méz útját is ismét felfedezzük más-más csoportokkal, úgyhogy igen, mézes édes napunk lesz. A Mackó nap részeként a szórakozás mellett a gyerekek tanulhattak is, hiszen megismerkedhettek például a méz útjával, illetve gyertyák és mézes sütemények készítésével is. A méz útja, hogy kezd, ugye a méhek, és a méhek hogyan gyűjtik be a mézet, és hogyan lesz ebből méz. Kisfilmet hoztak az egyik szülőpáros, aki bemutatja ezt nekünk, és mézet kóstolnak, és mindazokat az eszközöket, amelyek szükséges ahhoz, hogy méz legyen a virágporból. A Mackó nap részeként tehát az idei évben is egy igazán különleges esemény várta a Birok Szabó Magda tagintézménye tanulóit.
közkedvelt programmal várják a gyermekkönyvtár munkatársai a legkisebbeket. Három hetente mazsolapercek, avagy mondókázó, daloló foglalkozások lesznek a József Attila könyvtár gyermek részlegén. Az interaktív program kiváló kikapcsolódást ígér a gyermekeknek és persze a szüleiknek is. A József Attila könyvtár gyermek részlegén sosincs hiánya szórakoztató programokból, fiataloknak szánt elfoglaltságokból. Visszatért a mazsola percek. Ezt a kezdeményezést nem kell bemutatni a városlakóknak, hiszen köztudott, hogy mindig egy-egy mesés programra várják az érdeklődőket. Kisgyermekeknek szánt program a mesék és irodalmi alkotások világába kalauzolja a látogatókat, akik egy interaktív foglalkozás részeként tölthetik el az időt a könyvtárban. Az alkalmakat vetítés is színesíti, emellett a mondókákat kinyomtatva akár haza is vihetik a látogatók. Próbáltunk kortársírókat elővenni, tehát nem a régi hagyományos mondókákhoz nyúltunk, amit már mindenki tud, amiben felnőtt, hanem a mai költők, megírók nagyon sok kis mondókához készítettek kis könyveket, és azokat használjuk fel. Próbáljuk színesíteni, legyen benne játék, legyen benne ének, megmozgatni a gyerekeket, mert ez nagyon fontos, hogy élvezzék azt, hogy most ütik a tenyerüket, csettintenek, ez nagyon fontos számukra. A foglalkozások nem pusztán egy-egy jó hangulatú elfoglaltságot biztosítanak a látogatóknak, hanem ezzel együtt elősegítik a szülők közti ismerkedést. Sőt, ami a legfontosabb, megszeretetik a gyermekekkel a könyvtári közeget, akik így remélhetőleg visszatérő, nagy olvasókká válnak. A fő cél az, hogy megszeressék ezt a könyves közeget, és hiszen ezeknek a kicsiknek is már van baba olvasójegyük, utána általában kölcsönözni szoktak az anyukák a gyerekeknek, tehát nagyon fontos az, hogy már ebben nőjenek fel, megbarátkozzanak a szülők egymással, és járjanak rendszeresen hozzánk a könyvtárba, innen nőjenek ki, és legyenek nagy olvasók. Pálfi Izabella szerint a mesés program nem ér véget a könyvtárban. Otthon is rengeteget olvasnak, mondókáznak. Ezért is szeretik a gyermekkönyvtár foglalkozásait, mert kiváló alapot adnak az efféle elfoglaltságoknak. Azért jöttünk, mert nagyon szeretünk ide a könyvtárba járni. Ez nem az első alkalom, hogy itt vagyunk. A személyzet nagyon kedves. A könyvek azok szuperek. Nagyon szeretünk olvasni. A kicsi nagyon szereti hallgatni, ahogy én olvasok neki. És itt minden persze egy élmény. Van-e kedvenc mese vagy mondóka? Hát nagyon sok mesét szeret, ugye. Nagyon szereti hallgatni a Bori meséket, a Bori Bont, és ugye minden nagyon szívesen meghallgat, amit én mesélek neki. A mazsola percek következő foglalkozása a tervek szerint február 24-én lesz majd, ezután március 17-én, április 14-én és május 5-én következik majd a folytatás. További információk a József Attila könyvtár hivatalos oldalán olvashatók. Hazai rangadóval folytatta az NB1 közép szakaszának küzdelmeit a DKSF felnőtt röplabda együttese. Domanóci Tibor gárdája a Miskolc csapatát látta vendégül, és bár az első felvonást megnyerte, azt követően a vendégek domináltak, és 1-3-ra végződött a találkozó. Nem tartott ki az első felvonás sikere, 3-1-es vereséggel folytatta az NB1 közép szakaszának küzdelmeit a DKSF felnőtt röplabda együttese. A hazai gárda bár jól kezdett, 25-20-ra behúzta az első felvonást, ám ezt követően hiába küzdött, a miskolciak akarata érvényesült. A folytatásban 13-25-ös, 18-25-ös, majd 21-25-ös etapok következtek, amellyel ki is alakult a 3-1-es vendégsikert jelentő végeredmény. A lefújást követően nem volt elégedett a mutatott játék képével Tomanóci Tibor. A vezetőedző értékelője következik. Csináltak egy cserét, tudtuk, hogy melyik játékos fog bejönni a pályára. Én azt gondolom, hogy mi nem azt játszottuk, amit tudunk, a saját tudásunk alatt játszottunk. Színvonaltalan volt a mérkőzés, nagyon sok hibával, egyéni hibák, csapathibák. Nincs miről beszélni, dolgozni kell tovább. Mi magunknak kell javulni, és nem az ellenfélnek. Tudtuk, hogy mit játszik az ellenfél, azt is játszotta. Mi volt, akik rengeteg hibával játszottunk. A szakember kiemelte, az elmúlt hetek sikerei után a játékosok talán egy kicsit lazábban vették a felkészülést és magát a mérkőzést. Úgy fogalmazott, ez egy időben jött pofon volt. Nyertünk egy extra mérkőzést Szegeden. Megvertük már kétszer a Miskolcot, azt gondoltuk, hogy elég, hogyha föl közepesen edzünk meg, fölküldjük mondjuk a cipőnket a pályára, és majd az megnyeri a mérkőzést, csúnyán beszélve. Én azt gondolom, hogy mondom, időben jött pofon, ebből lehet tanulni. A
továbbiakat illetően Tomanóci Tibor szerint összetettebb játékra, illetve arra van szükség, hogy a mérkőzés közben is képesek legyenek taktikát váltani, valamint betartani az előre megbeszélt taktikai elemeket. Sokkal összetettebben kell dolgozni, egy-kettő, meg mondjuk megfogadni azokat a taktikai dolgokat, amiket megbeszélünk. Hát meg igen, mérkőzés közben el kell jutnunk odáig, hogy tudnunk kell taktikát váltani. A 3-1-es végeredmény persze fájó, de a csapat azért emellett számos szép eredménynek is örülhetett az elmúlt mérkőzéseken. Tomanóci Tibor szerint ebből is tanulni kell, és folytatják az építkezést. Munkatársaid nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket legközelebb is. Viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.